Kisboldogasszony napján gyalogos zarándoklat indult Marázáról a másfél kilométerre fekvő erdőszéli Mária kápolnához, ahol szentmisét is tartottak a helybéli és a környező településekről érkezett híveknek. A kápolna mellett forrást és már kutat is találunk, ami egy itt történt csoda miatt vált búcsújáró helyé. A kislány meggyógyult a vizétől a szezonja közbenjárására, és ezért kérjük mi is ma a szezonyát, hogy lelki szemünk nyíljon meg az igaz értékekre, és azokhoz tudjunk ragaszkodni, hitünket elneveszítsük. A kápolnát a közelmúltban újították fel társadalmi munkában a marázai lakosok. Az erdőből kellett kibontani a már romos épületet. A kápolna tetejét zsolnai kerámiák díszítik, mint ahogy a kútét is. A Mária kápolnához a hívők még ma is elhozzák máshol búcsukban zarándokutakon vásárolt erekéiket. A környéken lévő többi forrás az idei nagy szárasságban kiapadt. Egyedül itt a kápolna előtt csordogál a tiszta, hideg víz. A kápolnát felújították a 90-es évek elején egy német úr, aki Marázáról származik, ő adott rá tőkét, abból felújítottuk, és az emberek próbálják azóta rendbe tartani az önkormányzattal egyetembe. Most történt egy erdőírtás, egy favágás itt, de utána mindent rendbe tettünk, ahogy megpróbáltuk, hogy visszanyerje a régi formáját, és szeretnénk még sokáig megőrizni az utókornak. A falu az három nemzetiségű volt, magyar, sokac és német nemzetiségű, de békében megéltek egymás mellett, ameddig a politika nem szólt bele, de hála Istennek háború óta minden rendben van, ugyanúgy élnek együtt az emberek. Jellemző volt az századokkal ezelőtt, ugye általában itt a Baranya megyei kis falvakat német ajkú lakossággal töltötték meg a 18. század elején. Ők német ajkú lakosok, katolikusok voltak, hívő emberek, minden faluban építettek templomot, és nagyon sok helyen csodás jelenéseket éltek át, főként kisgyerekek, fiatalok, és így vált ez a kis kegyhely is egy olyan csoda jelenés helyszínéül, amit mondák, legendák őriztek meg, erről is többféle változat maradt fent, az egyik szerint egy juhász vaklánya itt nyerte vissza a látását. Van olyan változat is, hogy egy horvát asszony itt a szőlőjébe kapált, és az ő kislányának volt egy Mária jelenése. És ezek olyan csodás történetek voltak, amit a nép felkarolt, kis kápolnát építettek ezeken a helyeken, a Szentkutat megépítették, és minden évben ide elzarándokoltak. Ez a kis kápolna kisboldogasszony titulusát vette föl, így mindig szeptember 8-án tartottak itt búcsút, és ez mind a mai napig így is szokás, és a mai napon is szép számmal érkeztek ide zarándokok. Maráza településen az 1990-es években elvándorlási hullám indult meg. A folyamat most megfordult, a fiatalok egy része már vissza is költözött külföldről a faluba. Egy éve költöztünk haza Magyarországra, Ausztriából, és gondoltuk, hogy fontos a falu hagyományainak a megőrzése, úgyhogy minden évben el szoktunk jönni a kislányommal, hogyha itthon vagyunk, és úgy gondoltuk, hogy képviseljük kicsit a fiatalságot. Szűzanya megsegített egy kislány, mert ugye vak volt, és azóta ez már nagyon régi, még a nagyszüleim óta megvolt, csak ugye lerongyolodott, és akkor 97-ben felújították, csak a falak álltak. Sok éven keresztül, és azóta volt egy diakónus, és akkor az elkezdte ezt a szűzanya búcsút, mert másképp csak mi jöttünk ki mindig vasárnap délután. Itt litániát tartottunk, énekeltünk mindig, 15-20, meg még sokszor többen. És most azóta ez most egy olyan kegyhely lett, és most minden évben megtartjuk, és hát nagyon szívesen várjuk a vendégeket, hogy jöjjenek, ugye, mert nagyon sok elszármazott, csak hát az idősek már, akik még abba a korba éltek, azok már nem tudnak. Én sajnos egyedül vagyok, mert a férjem meghalt tavaly, de azóta, hát ő is mindig jött, de viszont a lányom itt van Pécsről, és Pécsváradról is itt van az unokám, az a szemüveges, és a kis dédim ott van az asztal alatt. Úgyhogy tavaly még a pociban volt, és most meg már október 1-én lesz egy éves, és hát úgy hozta a hátán, de nagyon melegje volt, és akkor le kellett jöjjön. A szentmise után szeretett vendégséggel várták a híveket.